Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a minőségi magyar könyvkiadás és a kortárs magyar irodalom legnagyobb ünnepén. Keresztúri Tibor vagyok, a könyvetet szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének az igazgatója. Köszönöm a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának a felvezetését, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel és nagy-nagy örömmel köszöntöm Eszterházy Pétert. Azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy mindnyájunknak nagy öröm, hogy itt van és elvállalta a könyvhét megnyitását, úgyhogy nem is szaporítom a szót. Megkérem, hogy nyissa meg a 87. ünnepi könyvhetet és 15. gyerekkönyvnapokat. Ebben Dés László szaxofonművész lesz segítségére. Ünnepi könyvhét megnyitó két hangra. Végre egy szöveg, melyet nem a hasnyálmirigyszóval kezdek. Már attól tartok, én magam vagyok az, akkor is, ha egy szót sem szólok, csak itt áldigálnék, aki mindenre arra emlékeztet. Tehát ezen nem lehet változtatni. Borítsunk hát fátylat rám. A fátyol miatt ilyen rekettes a hangom, mintha egy maffiafilm szinkron hangja lennék. Fölhívom a Tűzön vízen át kormányhői olvasók figyelmét, hogy ebből az is következik, hogy a film nem magyar, tehát semmi áthallás. Hát ha csak nem magyarról magyarra szinkronizálunk, ami ugyan elsőre értelmetlenek tűnik, már időnként szükségünk volna rá. Haza, hűség, hagyomány, Európa, Real Madrid, mintha más nyelvet beszélnék. Két hangot ígértem, de az egyik sem az enyém, és az egyik sem Dés Lászlóé. A szaxofon fog beszélni, és én pedig mintegy lefordítom, amit hallunk. Mintegy. De ki kicsodál? És mi köze van ennek a könyvhéthez? A szerelmesek biztosak a szerelmükbe,
de újra meg újra ki kell mondani az erre vonatkozó közhelyeket. Hiába triviális, mégis ki kell mondani, hogy vannak könyvek. És hogy ez milyen fantasztikus és milyen nagy dolog. Mesterfő. Ez most hogy jön ide? Ezt így nem fordítom. Hogy hagyjuk a neveket? Az egyik lebegtet, a másik parkolódzik, a harmadik bizottságol, a negyedik fát vág, az ötödik megoldja, az icipici meg mind megette. Igen, és a Magyar Művészeti Akadémia teljes erővel MMA-zik. MMA-zni honfoglaláskori tőzsgyökeres ősi szavon, mondhatni egyidős a magyarsággal, jelentése, hát van neki jelentése, de most nem jut az eszembe. Számból vetted ki. Minden esetre tény, nézzünk körül, a téren könyvek parkolnak és nem autók. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. A jövő zenéjét illetően pedig hallgat jó szakszofonon. Akkor beszéljünk inkább a könyvekről. Mennyi munka van egy könyv mögött? Képírók, korrektorok, grafikusok, szerkesztők, főszerkesztők, kiadóvezetők, hol névtelen, hol nevesíthető, de mindenképp áldozatos munkája. Ritkán gondolunk rájuk a hétköznapokban, legyen ez hangsúlyosan az ő ünnepük is. És akkor a könyvek. Szívesen beszélnék egy könyv szagáról, a könyv szagról, a tapintásról, a tapintásáról, vagyis a testéről, csak nem szívesen emlegetem a testet, mert mostanság mindig ugyanaz jut róla az eszembe, és nem terhelnék ebben senkit, miközben úgy látom, hogy majdnem mindenkit terhelek vele. Nem fogok elemezni, nem törekszem teljességre, fölemlegetek néhány könyvet, kissé véletlenszerűen elfogultan. Nincs ugyan rajta a könyvheti listán, de mindenképp szóba hozom az új Dante fordítást, jegyzetekkel, tudós előszóval, Nádasdy Ádám heroikus munkája. Hát legcélszerűbb a magvető sátorban keresni. A hátlapon ez áll. Kedves olvasó, jöjjön velünk a túlvilágra, és nézze meg, mi vár önre. Nem lesz fenékig tejfel. Most nem. Na, elismerem, fontos kérdés, hogy mi a különbség és az összefüggés a tejfel, nekem tejföl, és a kefír között. De arról most nem. Hanem akkor rögtön egy másik heroizmusról, Márton László Faust fordítása a Kaligramnál jelent meg. Isten kísértő vállalkozás, mondanám, ha még értenénk ezt a szót. Hosszú távfutónak gondolom Németh Gábor Mormota nyara című könyvét. Jó sorsot remélek neki. Ez is Kaligram könyv, felelős szerkesztő Mészáros Sándor, szerkesztő Tóth Cifra Júlia.
radikális és jól olvasható regény, ritka elegy. Van új nádas is, az mindig kalandos, kedves olvasó, az élet sója, Forgács András rajzokkal. A jelenkornak hívott jelenkor jelentette meg, hogy homályosan utaljak a kiadói körtáncra, finoman szólva dinamikájára, erősebben szólva az újrarendezési szándékokra. Más lett és egyre másabb lesz a kiadói tájkép. Van új Oravec is, kiről, hogy bevált fordulatommal éljek, bármikor tudok himnikusan beszélni, nekem az egyik legfontosabb kortárs szerző. És akkor a Rakovszky versek, a szépséges Tóth Krisztinák, történelem závada alul nézetből, bravúros kiszámíthatatlanságok téreitől. Szívem szerint, más testrészt most már nem említek, szóba hozzám a saját könyveimet is, de inkább a szerénység hamis álorcájába burkolódzom, Magvető Kiadó. Igen, ez így nem fog menni. Egyre gyorsabban adarom a neveket, Zoltán Gábor, Darvas és Bartók Imre, Kemény István, Latur és Sándor Iván, Szakonyi és Háj és Grecsó és Marnó és Györfi Ákos, Szilágyi Márton és Szirák Péter, Szegedi Maszák. És ez a listák természete, majdnem kiadtam Bán Zsófit, könyve szépséges címéből kiindulva, Turul és Dino, az összes 90 utáni könyvhét megnyitó abszolválható volna. Olvasó, nem leszek vezérlő csillagod, igazodj el magad egy gyönyörű gazdagságban. Lehet, hogy egy ilyen alkalmat, a mindenféle figyelmeket eleve élesen a szakma belső és külső problémáinak elemzésére kell kihasználni. Ezeket épp hogy érintettem. Jó, igazad van, te kicsit kurucosabban. De én alkatomnak megfelelően inkább az öröm felé taszigálnám a nagy érdeműt. Az úgynevezett könyv öröm felé. És nem ég az orcám itt ezredszer is beidézni márai sorait az olvasásról. Idézni nem lustaság, hanem belépés a tradícióba. Nem hagyománytisztelet, hanem hagyományhasználat, ami a tisztelet maga. Szóval akkor jöjjön a csontig leidézett márai. Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet, de te olvasd szűkszavúan. Minden szót egymás után, előre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyvírója talán elmulasztott észlelni, mikor előre haladt műve rengetegében. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az ételekben. Elegánsan olvasni, nagy lelkűen. Úgy olvasni, mint a siralomházba olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott cellátba a porkolál. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. És hogy tovább segítsük magunkat a hagyomány által, ne feledkezzünk meg arról, hogy na, a Trabant útvekvése kitűnő, és gyorsulása kifogástalan, ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Így kanyarodom vissza a Kis Magyar Pornográfia a regény című passzusához. Szóval a főhős döntötte el az a férfi, aki áll az út szélén, nézi az autók áradatát, és hidegen, fájdalmasan, rémülten és egy kicsit vidáman azt kérdi, meddig mehet ez így? A könyvhetet megnyitottam, a könyvhét megnyílt.